megjelent a szép kis rendes, tisztességes, becsületes számítógépképernyő. Egy kollégám egyszer azt mondta, hogy megkérdezte egy ilyen társaságban, hogy ki az, akit használ számítógépen. Mindenki föltette a kezét, pedig mindenki csak vacak PC-n dolgozott. Sejthető, hogy nem PC-s szerver adminisztrátor volt az illető. Na, szóval a lényeg az, hogy a leállás azért itt is ad valami kellemes kis 1000 évvel ezelőtti feelinget. Itt is kapunk azért valamicskét abból, hogy mégis mi történik. De normál körülmények között ugye leáll, és természetesen majd újra is fog indulni. Amely újraindításban jó lenne beleszólni. Valaki meg tudná mondani, hogy ha már itt a virtualizációs környezetben dolgozva újraindítom a gépet, akkor miért akarnék én beleszólni? Hát ugye az előbb be volt állítva, hogy a CD-ről bootoljon, bocsánat, DVD-ről. Feltehetően, ha már föltelepítettem, akkor azt itt jó lenne hanyagolni. Mert ugye annyira az már nem érdekes számomra. Ez szerintem nem fog leállni. Azaz, igen, és tegnap egyébként sikerült, de minden esetre itt majd megnézzük. Szóval a lényeg az, hogy mint látható egyébként ugye itt a rendszer paraméterek között a virtuális gépről látszik egy olyan információ, hogy hát van neki ilyen olyan boot sorrendje, és bizony alapértelmezetten a virtuális floppyról majd a virtuális CD-DVD meghajtóval akar bootolni, amit ugye most már azért a későbbi használat során szeretnék hanyagolni. Ezért aztán azt mondom, hogy jó, akkor ezt a szerencsétlen gépet állítsuk talán le. Fut mióta? 958 óta fut. Ha hajlandó lenne arra, hogy érzékelje azt, amit én szeretnék, ha sokat segítene. Nem csinál semmit, senki nem csinál semmit, mondom, csak őt nem hajlandó leállítani. Nem. Úgyhogy állítsuk le, kicsit durvábban, ez mindig nem jó. Próbáljuk még durvábban. Jaj, a menü ott van fel. De az nem fog működni. De, bocsánat, igazad van. Állítsuk le. Na most. Mi történt? Közöltem, hogy 3 órán keresztül fogok vele küzdeni, és legtitokzatosabb paramétereket fogom beállítani, ehhez képest volt olyan információ, ami egyáltalán ismeretlen volt. Azért túl sok, túl bonyolult dolgot nem kérdezett, és nyilvánvalóan abban az esetben, hogyha ez nem virtuális körzetben történik, akkor se sokkal rosszabb a helyzet. Nyilván egy hardveres, valódi hardveres környezetben problémák lehetnek. Nem ismerjük fel az A, a B, a C és a D hardver elemeket. Gondolom nem mondok újdonságot, hogy ez azért egy létező dolog. Aki tudja, hogy hardware elemek felismerése okozhat némi problémát, az mit csinál? Értelmesen vásárol. Tehát, ha te szervert üzemeltetsz, akkor megnézed, hogy az adott szerver szoftver leírása szerint ő milyen hardware-en működik. És ha nem olyan hardware-t választasz, akkor onnantól kezdve legfeljebb a saját fejedet verheted a falba, mert te mentél ellene az egyébként jól meghatározott paramétereknek. Nyilván az, hogy egy átlag sarki hulladékboltban kapható számítógépre föl tudok telepíteni egy Windows-t, az általában működik, vagy nem. De ez ugyanúgy érvényes majd Linux-ra is. Egy átlag sarki hulladékra föl tudom telepíteni, és pont ugyanúgy vagy szívok vele, vagy nem. Vagy találkozok nem működő hardware-rel, vagy nem. Ma a disztribúció zöme a nagyon régi és a nagyon-nagyon új hardware-ek kivételével általában problémamentesen működik. Következésképpen, ahol fontos, ugye azért veszünk szapportált oprendszert is, ott olyan hardware-t választunk. Következésképpen ez a probléma nem merül fel. Erre a gépre, ugye annak, aki nem maga vasalja össze az egészet, annak nagyjából ugyanígy negyed óra alatt föltelepült, még fél órát elkattogtatott rajta, és működőképes volt. Egy átlag asztali gépre ugyanígy föl lehet telepíteni. Akkor mi ebben az olyan bonyolult? Mi az oka annak, hogy az itt jelenlévő, hát nagyon optimista vagyok, azt mondom, hogy egy harmadra, egy negyedre mondta,
azt, hogy ő már próbált Linuxot. Ami itt ebből látszott a telepítésből, abból mi az, ami nem kitalálható, mi az, amit tanítani kellett. Volt ilyen? Nagyon nem. Akkor nyilvánvalóan rá lehet fogni arra, hogy nyugszi. Valószínűleg az lehet a magyarázat, vagy esetleg a lustaság. Nyilván nagyon csúnyán fogalmazok, aki dolgozik, annak előfordult, hogy a munkaidejében ez nem fér bele. Nagyszerű, mindenki attól függet, hogy nekem mit mond. Gondolkozzon el rajta, hányszor tanult meg úgy valamit, hogy azt nem a munkaidejében tanulta meg. És ha akár csak egyszer volt ilyen az életében, akkor ezt ugye miért ne tudnád ugyanúgy munkaidőn kívül, ha esetleg a munkaidőben nem fér bele. Na, oké, menjünk tovább. Óhajtatok esetleg egy másik fajta telepítést megnézni? Vagy indítsam el valamelyik, ugye korábban telepítettet, vagy nézzük, hogy mi történik. Magyarul, hogyan tovább? Legyen egy kicsit klasszikus, rendes, tisztességes, úgy teszem itt vagyok. Olyan számítógépes kezelőfelület is ugorjunk neki a parancsoknak, vagy még azért ezt vághatjuk, mert azért van itt mit mesélni. Más kérdés, hogy mindazok, amiket itt a telepítés során elmondtam, meg elmondanék azokról, amit mondtam, későbbiek során lesz önálló témakör. Egy szervertelepítést nem lehetne megnézni? Nem volt jó kérdés. Jó, hát hogyha te úgy gondolod, hogy nem kell... Én tegnap ezt megpróbáltam, és amit szerettem volna, az nem jött össze. Az a bajom. Ennek ellenére, ha mindenki hajlandó elfogadni azt a Murphy törvényt, hogy sikertelen kísérlet nincs, mert elrettentő példának mindegyik megteszi, akkor akár ezt is meg lehetne kísérelni, hogy én most nekiugrok és egy szervert telepítek, ugyanis hát nem tudom mennyire tűnt föl, ugye ez az Ubuntu, ami Ubuntu egyként ott van, ez a telepítés során a Ubuntu desktopot telepítettem, és hát ugye jelenleg most már 4 virtuális gépen van, mindegyik desktopnak készült, csináljunk egy szervert. Jó, hát akkor ugorjunk neki. Új gép. És átverem. Szerverként nem tudja. Én vagyok kénytelen kelletlen kiválasztani. Tehát Linux. Puff neki. Nem hagyta magát. Változatlan úgy gondolja, hogy ő szerinte én csak Ubuntu-t telepíthetek. Telepítsük Ubuntu-t. Változatlan elég legyen neki a fél giga. Minden ugyanaz, csak éppen majd egy másik disztről szeretném. Mondjuk, ha már szerver, akkor ez konkrétan még a virtuális környezetben az a pont, ahova én szívem szerint belenyúlnék. Ugye azt mondtam, hogy a virtuális környezetekben ez a virtuális diszk dinamikusan növekvő, fix méretű, azt jelenti, hogy mikor fogja el a diszken a saját területét lefoglalni. Ha azt mondom, hogy fix méretű, akkor ugye adtam neki egy 8 gigás diszterületet, azt 8 gigát lefoglalja, az első pillanattól kezdve 8 giga. Ez egyébként azt is jelenti, hogy ha nincsen 8 giga szabad terület a diszkel, akkor ez vissza fogja utasítani. A fix méretű, a dinamikusan növekvő pedig ugye azt jelenti, hogy létrehoz valamit, ami úgy néz ki egyébként a virtuális gép szempontjából, mintha az egy 8 gigás diszk lenne, de technikailag csak pár bájtnyi valóban elfoglaló diszterületet jelent. Ahogyan írok rá a működés, és persze elsősorban a telepítés során, úgy nő. Azaz elképzelhető, hogy van 100 giga szabad területen, de azt mondom, hogy a virtuális gépnek 200 gigásat adok. Addig, ameddig nem akarok rá 100 gigát, vagy pláne annál többet pakolni, addig röhögve elműködik a virtuális környezet, és ugye azt mondja, hogy persze van neked 200 gigás diszkely. Na most, szerver esetében az, hogy én egy dinamikusan növekvő méretű diszket választok, annak egy baja van. Lelassít. Teljesítmény rongálás. Ugyanis lassít az, hogy ameddig ő dolgozna, addig nem csak azzal kell foglalkozni, hogy ír a diszkre, hanem azzal is, hogy még az alatta futó operációs rendszerben ugye még plusz diszk helyet kell keresni, optimalizálni kell. Azaz, hogy szerver környezetben ilyen virtuális
eszközök használata általában egyébként sokkal javasolhatóbb a fix méretű. Technikailag egyébként annyit jelent, hogy magának a virtuális gépnek a diszkjének a létrehozása egy picikével több idő lesz igénybe. Nem mondhatnám, hogy olyan lényegesen komoly különbség lesz a között, mint ahogy az előbb, illetve mint ahogy most megcsinált. Ugye változatlan mondhatom itt még egyszer. Vedd le kicsire 2 gigára max. Jó, akkor ahelyett, hogy kisakkoznám, úgyhogy írjuk át, legyen kicsit kisebb, induljunk neki, hozzuk létre. Ugyebár ugyanezt az ablakot egyébként az előző esetben is láttuk, az előző esetben is volt, csak pont amiatt, hogy dinamikus méretet választottunk, kicsit gyorsabban lefejezte a dolgát. Ő most, ugye mit csinál, foglal magában a háttérben levő Ubuntu desktopok rendszer alatt, ugye egy 2 gigabájtos méretű virtuális diszket, és az azzal kapcsolatos adminisztrációt végzi. Hát, ezzel itt el van látható módon. Ugye, már az sem volt igazán barátságos, ahogy nem indult el, annál már csak az volt a rosszabb, amikor ugye végre megszólalt és közölt, hogy 40 perc. De ahhoz képest azért úgy vagyok vele, hogy ennyi még elviselhető. Más kérdés, hogy egy ilyen előadás során, ez ugye annyit, hogy most akkor nekem már 3-4 percig kell valamiről beszélnem, nem tudom miről. Hála jó Istennek, ő is tudja, hogy ez egy marak kellemetlen dolog. Beszélj arról, hogy szóval lehet elvén partíciót is tenni a virtuális diszk alá. Szóval, a lényeg tehát a következő. Megcsináljuk a virtuális gépünket, de most az előzővel ellentétben szervert választottam. Mi lesz ennek a gyakorlati következménye? Miért jó ez, vagy miben térhet el az előzőekhez képest? Nyilván lesz egy olyan pont, legalábbis ha hajlandó lesz hagyni, hogy én döntsem el, hogy mit telepítek, akkor lesz egy olyan pont, ahol nem az előző Ubuntu desktop akármit, hanem valami Ubuntu szerver készletből telepítek. Ez nyilván különbség. De mi lehet az egyéb különbség? Lehet, hogy vannak benne beégetve mondjuk olyan processzek, vagy folyamatok, ami a desktop verzióban totál hiányzik. Pontosan. Azt kell, hogy mondjam, hogy amit mondtál, annak az ellenkezője igaz, hogy a desktop környezetben fut sokkal-sokkal több minden vicek-vacak, mint szervernél, és inkább a fordítottja érvényes, hogy a szerver telepítésnél jóval kevesebb alkalmazást telepít föl, mint azt ugye a bevezetőben említettem, hogy a saját desktopom előállítása eltartott egy darabig, pont azért, mert ha én szerverként telepítem, akkor például az Ubuntu azt mondja, hogy szerveren nincs grafikus felület. Pont! Az, hogy ma ezt szeretjük nem így használni, illetve vannak, akik úgy gondolják, hogy a szerver az attól a szerver, hogy oda tudok ülni el és át, végig tudom kattogtatni a különböző ismert vagy megismerhető menürendszerüket, az a Linuxos környezetben egyébként mai napig van, ahol így működik, ugyanis nagyon sokan úgy vannak vele, hogy nem hajlandók megtanulni. Tehát például az általam is emlegetett Red Hat vagy SUSE, azok bizony a szerver telepítésnél is adnak grafikus felületet, ha csak én külön ki nem kapcsolom, vagy valamilyen egyéb módon azt mondom, hogy bocsánat, nem kérek. De tény és való, pontosan ebben tér el, hogy kevesebb vackot futtat, illetve kevesebb vackot telepít. Na jó, hozzuk létre. Mint látható, sikerült létrehozni, azaz pontosan abban volt lassabb, hogy meg kellett csinálni a fix méretű diszket. Az más kérdés, hogy még semmi nem történt a telepítéssel. Hát akkor ugorjunk bele, konfiguráljuk, ugye ezt szerettem volna az előzőekben is bemutatni, csak ez sikerült valahogy túllépnem. Tehát az előzőhöz képest annyi az eltérés, hogy a tárolóban szeretném megmondani, hogy mi lesz az a CD, amiről ez a telepítés indul. Ami egyébként viszonylag könnyű, közlöm, hogy az ide vezérlőn levő CD-ROM az, amiről telepíteni szeretnék, és erre a CD-ROM-ra óhajtanék egy CD-t rákonfigurálni. Itt azt mondom, hogy válasszunk ki egy virtuális CD-t, mint látható egyébként én már ezen a gépen telepítettem pár éve, hogy a listában ott van, csak mivel a kollega itt azt mondta, hogy hát azt mutatja, hogy mi van a mappában,
Hát itt azért látszik, hogy van egy smás nálam a mappában. Tehát azért a lista szép hosszú. Na szóval, válaszunk egy Ubuntu szervert. Ez is Ubuntu szerver, desktop, még egy szerver, még egy... Na, akkor ezt most picit gyorsan tisztázunk. Egy, többször visszatértem arra bizonyos 32 vagy 64 bites processzorra. Ezt a Linuxos világban szeretik olyan módon megnevezni, hogy i86, 386, 486, 586, 586, ez sajnos disztribúció függő, hogy ki hogy szereti hívni. Ezek a 32 bites processzorra tervezett verziók, és AMD 64-nek szeretik hívni azt, ami a 64 bites processzorra vonatkozik. Volt ismerősöm, aki eléggé eltűnődött azon, amikor egy általa gondosan kiválasztott Intel szerveren bejelentkezett a telepítés, és azt mondta, hogy AMD 64, és ettől kicsit ideges lett. Egészen addig még fel nem világosítottam, hogy semmi konvencionálisan épp úgy hívják, mellékesen ugye egyébként azért, mert az AMD csinálta meg először az X86 architektúrának ezt a 64-es bővítését. Azaz, itt ugye ezt választom vele. A másik fele a server desktop az világos, még egy apróság itt az 1 millió Ubuntu kapcsán. Az Ubuntu speciál úgy működik, hogy kétféle szerver, illetve desktop kiadása van, és durván fél évenként kijön egy újabb és újabb verzióval. Na most, van neki jelen pillanatban ő egy olyan verziója, aminek a hivatalos neve az, hogy hosszú karbantartási, hosszú szapport idejű kiadása, azaz mi próbálkozunk abba az irányba elmenni, hogy mindenkinek azt magyarázunk, hogy amennyiben szervert használ, akkor nyilván ezt érdemes használni. Úgy hívja egyébként az Ubuntu szóhasználat, hogy LTS, Long Term Support, ha jól emlékszem, a kifejtés. Ez jelen pillanatban a 12.04-es verzió, rá lehet jönni ez a kiadás dátuma. Magyarul a jelen pillanatban érvényes, hosszú ideig támogatott Ubuntu verzió az akárhogy is nézem, másfél éves. És mint említettem, ugye van a fél évenkénti kiadás, amit elsősorban nem kritikus, vagy kicsit jobban meg más megközelítésből, akár desktop környezetben preferálható verzió. Hát, hogy is fogalmazom, csak a jelenlevő két kollégám, ők ezt a fél évente kiadást használják, az én laptopomon az LTS van rajta. Ennek vannak érdekes következményei, mert desktopban sem minden ugyanúgy működik náluk, mint náluk, lévén ugye ők egy legalább egy évvel újabb verziót használnak, és időnként azért apró változások vannak. Ennek ellenére, mivel szervertelepítés, természetszerűleg én itt most a LTS verziót fogom kiválasztani, és egyszerűen praktikussági okokból a 32 bites verziót. Mit értek ez alatt, hogy praktikussági okokból? Sajnos úgy gondolom, nem mondok fel a újdonságot, mai napig irgalmatlan sok olyan gép forog, működik, ami nem tud 64-et. Ez az egyik fele. Akkor nyilvánvalóan a 32 bites verzió kell rá. Kettő. Igazából a 32 és 64 bites környezet hol jelenik meg? Nyilván 64 bites környezetben nagyobb méretű memóriaterületet lehet megcímezni. Aktuálisan az Intel architektúrában, az X86 architektúrában a 32 bites processzorok esetén 4 GB megcímezhető memória az, ami mindenféle macera és egyéb trükkök nélkül címezhető. Azaz abban az esetben, hogyha 4 GB-nál több van a gépben, akkor lehet, hogy érdemes eltűnődni, hogy kell nekem 64 bites verzió. Ha nincs, akkor mondjuk pont ezt a pozitívumot meglátni. Van olyan elv, hogy most már itt az ideje áttérni a 64 bites processzor használatára, jobban belegondolunk, az utóbbi 5-6-8 évben kapható szerverek zöme már 64 bites. Valóban annyit érdemes tudni, picivel, tényleg csak picikével, de több diszkáját igényel, picikével több memóriát igényelnek a 64 bites környezetben futó alkalmazások. Addig, ameddig te nem használod ki azt az előnyét, hogy ja bocs, 64 biten címezhetem meg a fizikai teret, addig kit érdekel?
Van olyan szemlélet is egyébként, aki azt mondja, hogy ma még jelenleg a 64 bites operációs rendszerek, fogalmazunk udvariasan, nem biztos, hogy 100%-ig kiforrottak. Nem feltétlenül szeretném én, ha én lennék a fizetett béta tesztel. Őszintén szóval én már csak azt szeretném, hogy ha nem fizetett béta tesztel. Nem 2003 környéken kezdődött az őrület bevezetése? Ha jól emlékszem, lehet tévedek. Pontosan nem tudom megmondani, hogy mi volt az első időpont, de hogy mondjam? Mai napig is még nagyon sok ember öntudatlanul telepít egyik vagy másik architektúrát. Én meg csak annyit mondok, hogy döntsd el, és ha van előnye, használd. Én azt mondom, hogy például erre a laptopra én 64 bites raktam, de mondjuk laptopon nem tartom igazán jó ötletnek, asztali gépen mindenképpen, ha bírja, akkor az asztali gépben könnyebben el tudom képzelni, hogy bele fogok rakni 4 gigánál több memóriát. Túl azon, hogy egyébként ugye, aki egy kicsit jobban benne van, az tudja, hogy vannak mindenféle trükkök, ugye klasszikusan AN évre hallgat, az a mechanizmus, amivel egyébként a 32 bites architektúrán is túl lehet lépni a 4 gigabájtos memóriakornál, illetve az ebből adódó címzési problémákat. Akkor most miért is jó nekem a 64 bit? A válasz egyértelmű, 64 bit akkor jó, ha használom. Van akkor adatbázisom, amihez ez kell. Vagy van olyan alkalmazásom, ami kizárólag ezen működik. Mert addig, ameddig ez nincs, addig legalábbis kérdéses. Mindegy, igazából nyugodtan választhatnék 64 bitest is, 32 bitest is. Mondom, a virtuális gép esetén pláne nem nagyon látom értelmét, mert hogy itt ebben aztán végképp nem fog futni semmi. Azaz, választok egy hosszú karbantartású szervert és azon belül is ugye 32 bitest, és mondom, hogy legyen ő a telepítő. Miután ugye ahhoz, hogy a telepítés elinduljon, az összes létező információt megadtam, mert most már végre tudja, hogy honnan települ, ugye készen van, elvileg elindítható. Na most! Ugyanúgy, mint az előzőekben, hát ez eltart egy darabig, mint látható, a szokásos ablak átméretezés izé. Annyi a különbség, hogyha most egy kicsit másképp néz ki a dolog, mert talán van, akinek még rémlik, az előbb valami ennél azért mondjam, látványosabb felületen indult a telepítés, most meg ehhez képest meglehetősen lecsupaszították. Azért az alapja megvan, itt is lehet nyelvet választani. Na mondjuk én szervernél nem választok magyart, elnézést kérek, ez megint csak egy ilyen saját hospályásom, de természetesen, ha szükséges lenne, akkor ugye választható lenne. Maradjunk annál, hogy angol. Válasszuk ki, de közben azért az előző grafikus telepítéshez képest jobban megnézve itt megjelentek egyedek. Az az igazság szerint, ha a nyelvválasztáson túl vagyok, akkor azért itt találhatók mindenféle trükkösebb funkciók. Nézzük meg. Hát először is F1. Hát ez tényleg olyan, mintha help lenne. Azért túl nem bonyolítja, de mint látható, ugye beállíthatok pár paramétert, illetve lekérdezhetem ugye a help rendszerében ezeket a paramétereket. Mit jelent az, ha megnyomod a kutyát, egy ilyen billentyű? Jó. Oké. Ugye hát most a language választásnál vagyok, úgyhogy válasszuk ki ezt, és próbálkozzunk. Válasszuk ki az F2-t. Megdöbbentő módon visszajött. Ezzel nem mondtam újdonságot. F3-at. Hoppá! Nem sokan tér az előzőtől, bár ugye a címsorban látszik, hogy itt már tényleg a billentyű kiosztás kiválasztása van, és hát az előzőhöz képest nincsenek olyan nem annyira latin betűs szövegek ezen az oldalon. Rendben. Oké. Hát nem tudok rá mit mondani. Van kollega, akit az őrületbe kergetek azzal, hogy a billentyűzetem magyar, és ezek után a kiosztása is magyar. Próbálkozzunk ezzel, hogy megkeressük. Van ott valahol valami olyan, ami nekem jó lenne? Közérsős. Köszönöm szépen. Akkor spóroljuk. Kiválasztottunk ezt. Nézzünk tovább. F4 mode. És ha jobban megnézzük,
akkor itt van valami érdekes, és hát mivel tudom, hogy ez volt a cél, úgyhogy itt fogunk majd tovább menni. Hát ugye világos, a normál install az feltehetően az, amit ő eredetileg képzel. Az OM install ugye a mellírt szöveg alapján eléggé egyértelműen valami olyan, amit aztán valahogy testre lehet szabni. Tehát ilyenekre kell gondolni valószínűleg, hogy így, ha ilyet tudok csinálni, tudok olyat csinálni, hogy az én általam kiválasztott logó jelenjen meg mondjuk a telepítés során. Vagy az én hardveremben meglevő driverhez szükséges szoftverkomponensek mindenképpen települjenek föl. Tehát ez leginkább erre szolgál. Ellenben hát a maradék kettő az az, ami miatt itt a kollega annyira erőltette ezt a szerver telepítést, azaz a minimál system szerintem nem kell magyarázni, ugye arra szolgál, hogy azt a minimumot telepítsük föl, amiből aztán kellő tapasztalat és néhány további óra segítségével elő lehet állítani egy olyan rendszert, ami azt és csak kizárólag azt a funkciót tudja, amire én azt a gépet használni akarom. Na most akkor gondolkozzunk el megint egy kicsit. Szerverről beszélünk. Ugye mindenki egyetért azzal, úgyse fog látszani, ha nem, hogy kétféle szerver van. Az egyik, ami valóban szerver, tehát egy darab funkciót lát el. És van az az összecsapott, amire hú, hát erre még ráfér ez. Meg tulajdonképpen túl sok benne a processzor, meg túl sok memóriát vettünk, meg diszkből is van bőven, akkor ugyan rakjuk rá még ezt a funkciót is. Ez utóbbi fajta szerverrel semmi baj nincs, kivéve, hogy ugye akkor már nem az oprendszert és egy applikációt, hanem oprendszert, egy, meg még egy, meg még egy, meg még egy, meg még egy applikációt kell biztonságosan karbantartani, egymástól védeni, frissíteni, és ha igazán szerencsém van, egymásnak homlok egyenest ellentmondó tuning környezetet előállítani. Mert ugye valakinek a hálózat lenne a fontos, a másiknak a diszkió. Addig, ameddig egyfajta funkcióra használjuk, addig egy picit talán ez könnyebb. Na most egy ilyen minimalista szerver telepítésnek pont az a lényege, hogy fölrakom az oprendszert, és aztán majd azt az egy funkciót, amire szükségem van, az ahhoz szükséges 2-3, esetleg 10 szoftverkomponenst felrakom, de azon csak azok lesznek rajta. Kicsit olyan, mint amikor ugye azt mondjuk egy meg nem nevezett szerverben, hogy ő neki most címtárszolgáltatás lesz, meg levelező szolgáltatás, meg adatbázis kezelő, meg ezen kívül DNS szerver, meg. Vagy azt mondjuk, hogy bocs, ezeket a funkciókat külön választjuk. Technikailag egyébként ugye maga a virtualizáció is azért terjedt el olyan hihetetlen mértékben az utóbbi években, mert ma már nem lehet olyan könnyű, gyors, egyszerű, kis kapacitású gépet venni, amely 86 szerver funkció ellátása helyett egyetlen egyet bírna el. Tehát ugye pazaroljuk az erőforrást, hát akkor csináljunk már valamit. Technikailag és biztonság szempontból nagyon rossz, ha egy szerveren több funkciót használunk. Hát akkor virtualizáljuk, és akkor így látszólag nem egy szerveren, hanem sok szerverre szóljuk szét. Na most, az installunk minimal virtual machine meg ugye elég egyértelműen kifejezetten erre a környezetre van kihegyezve, amikor a valamilyen fajta virtualizációs környezetben akarom futtatni. Nyilván ez az előzőhöz képest egy-két apróságban kell csak, hogy eltérjen. Mi lehet az? Jól bekesseli magát a RAM-ból, kevesebb legyen a diszkió. Hát tulajdonképpen az lenne az ideális, ha ilyen okos lenne. Igazság szerint ugye annyi, hogy feltehetően ez annyiban tér el az előzőhöz képest, hogy a virtualizációs környezet beli használathoz szükséges extra funkciók. Technikailag, amikor az előző virtuális gépet telepítettünk, akkor itt nyoma nem volt annak, hogy ő bármit is tudna virtuális környezetben van. Ennek ellenére bizonyos funkcióit lehet optimálisabban használni némi segédprogramok telepítésével. Elvben ez a minimal virtual machine ez annyiban segít, hogy oké, az pluszban fölkerül, ami ahhoz szükséges, hogy tényleg virtuális környezetbe futtassuk.
Na jó, nem tudom igazából melyik legyen. Virtuális. Jó, akkor ezt fogjuk kiválasztani. Kiválasztottam. Akkor azért gyorsan szaladjunk tovább. Ugye itt az F5-re és az F6-ra kapok még pár apróságot. Mint látható, az F5 az némi előrelépés azon szerencsétleneknek, akiknek kénytelen kelletlen együtt kell élni ilyen-olyan-olyan fizikai hiányossággal. Tehát ugye például aki rosszabbul lát, vagy ad abszurdum egyáltalán nem lát, annak képes beállítani egy ilyen nagyobb fényességű, nagyobb kontrasztú használó telepítési környezetet. Azért vannak, akik ezt díjazzák, és hát ugye a Braille terminál az meg szerencsétlen, mondjuk úgy finoman, hogy 100%-ban látássérültek számára, vagy közel 100%-os sérültek számára lehet jó. Mondjuk ilyet még nem láttam, úgyhogy nem tudom, hogy ez hogy működik. Magát az eszközt nem ismerem, tudom, hogy mire szolgál, de ilyet még nem próbáltam. Jó, és végül ugye van itt egy Other Options. Hát a cím szerintem minden egyértelműen önmagáért beszél, expert mód. Tehát ha neked esetleg mondanak valamit az itt található információk, lefordítom. Ha nem működik normális telepítés esetén, akkor érdemes belemenni ebbe az expert módon található beállításokba és esetleg próbálkozni. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a klasszikus, átlagos irodai, illetve szerver PC-k esetén egy-két kivételtől eltekintve, hát ezek távolról sem egységesek. Az lenne az ideális, hogyha a PC az egy teljesen homogén, mindegyik gyártó, mindegyik gépe ugyanúgy működik jellegű hardware lenne, de nem ez. Sajnos vannak ilyen-olyan-olyan diszkrepanciák, amiket esetleg a rendszer csak úgy tud lekezelni, ha bizonyos funkciókat kikapcsol, átkapcsol, más üzemmódba állít, az az ilyen esetben lehet érdekes. Nagy eséllyel egyébként azt lehet mondani, hogy például virtuális gépbeli telepítés esetén ugye ezekkel sok dolgok nem lesz. No, jó, esetleg ugye az utolsó pont az, amire lehet érdemes kitérni, ugye ez a teljesen elvakult hívőknek szóló menüpont, azaz, ha valaki úgy érzi, hogy az ő környezetében egyszerűen a vallása tiltja, hogy nem valóban szabad szoftvereket használjon, és ezt meg tudja oldani, hogy olyan szervert üzemelten, akkor ugye ezt kiválasztva vagy nem fog fölkerülni legalábbis ilyen kérdéses, tisztaságú szoftver. Nem tudom egyébként az mit hagy ki. Ezt például még sose választottam. Na, hát mint látható egyébként, itt már látszik is a menüben az, amit korábban emlegettem, hogy van ilyen massz telepítési jellegű mechanizmus, erre felkonfigurált szerver esetében. Meg hát ugye valódi hardware esetén nyilván érdemes lenne elfoszolakozni az, hogy ellenőrizzük le, hogy az a CD vagy DVD, amiről telepítők vagy pendrive, az hibátlan legyen. Mondjuk telepítés esetén nem annyira gond, és sajnos csináltam már olyat, hogy a telepítő média hibás volt, de ez sajnos csak a telepítés egy érdekes fázisában jött ki, és mivel nem telepítés volt, hanem frissítés, így még fájdalmasabb volt a dolog. Ráadásul a gépet persze szokás szerint, mint az minden rendes helyen szokott történni, használták a frissítés során. Úgyhogy gyakorlatilag én mondtam, kértem negyed órát, egy óra múlva azért elkezdték kopogtatni a hátamat, hogy most már mi lesz, és hát 6 óráig szenvedtem a hibás hardware-rel, de megoldottam. Normális esetben, mondom, virtuális közelben persze ezzel nem kell foglalkozni. Memóriatesztet szerintem nem kell magyarázni, sajnos eléggé gyakori probléma, hogy a számítógép memória a rendszerével van valami zűr, és ezt kínos, nem sok operációs rendszer tolerálja. Tehát általában azt lehet mondani, hogy ha tényleg stabil szervert akarsz, akkor egyszer nem árt kipróbálni. Na most ez virtuális gépen nem egy nagy etvasz, meg pláne kevés memóriával. Rendes, korrekt szerver esetén, valódi hardware-nél ez ugye, ha rendesen akarok tesztelni, akkor 3-4 napig érdemes mutatni. Tehát majd akkor hétfőn folytatjuk, jó? Na most, elvi szinten maga a telepítő képes arra egyébként, hogy a már föltelepített rendszert idítsa, illetve a már föltelepített rendszer bizonyos jellegű hibájának kijavításában segítkezzen. Ez tipikusan egy kicsit hozzáértőbbek számára szolgáló két menüpont, úgyhogy maradunk abban, hogy ha minden igaz,
ki lett választva az, hogy minimál virtuál, jól emlékszem? Mód, úgyhogy lássuk azt, hogy install Ubuntu server. Ha valakinek esetleg feltűnt, akkor ugye itt alul megjelent plusz egy információs sor, ebben most nem menjünk bele, gyakorlatilag az általam beállított paramétereket ilyen konkrét begépelhető string formájában is be lehetett volna vinni, ha éppen nem lenne olyan sokféle paraméter, és nem tudnék én abból olyan keveset fejből. Azaz, ha tudnám, akkor nyugodtan tehettem volna azt, hogy én kézzel begépelem. Na kérem, akkor a rendszerindítás következő 150 paraméterrel történik. Ebben persze benne van az, hogy mi induljon-e automatikusan, mi legyen a billentyűzet beállítás, a telepítés nyelve, egyéb paraméterek. Na jó, lássuk, mi történik. Ugye eddig nem újdonság. Ahhoz képest, hogy egyszer már volt ilyen nyelv és billentyűzet választás, azért itt megtörténik még egyszer. Mint említettem, szerver, tehát én a magam részéről választom azt, hogy angol, és ahogy látszik ugye a képernyő bal alsó sarkával, hogy technikailag ugye vissza is tudnék menni korábbi pontokra. Itt ugye változatlan megmondja azt, hogy lehetővé teszi azt, hogy kiválassza azt a korábban is látható, hol vagy te a világban jelenlegű paramétert. Ugye, akárhogy is nézem ebben a listában, még ugye Anglia benne van, de mi nem annyira, úgyhogy azt mondom, hogy Other. Ettől kapok egy listát, ami már legalább egy kicsit korrektebb felosztásban teszi lehetővé a választást, Europe, és ugye, hogyha szerencsém van, akkor meg fogom találni egy idő után, ugye azt, hogy Hungary. Oké, na most, itt sajnos órákat lehetne eltölteni azzal, amit magyarul úgy mondunk, hogy magyarítás. Ami egy persze kicsit tágfogalom, és nem pont teljes mértékben fedi ezt le, de gyakorlatilag arról van szó, hogy amikor az ember leül egy, fogalmazunk így, magyarított szoftverkörnyezetet használó rendszer elé, akkor abban bizony belejárt. Természetesnek tekinti azt, hogy igen, a billentyűzeten megvannak az ő nyelvében előforduló karakterek, relatíve könnyen begépelhető. Most azért így fogalmaztam el, mondjuk szegény kínaiaknál nem biztos, hogy kéne egy ilyen négy asztal méretű billentyűzet. Nyilván beletartozik az, hogy a nyelvében használatos karakterek látszódjanak a képernyőn. És ugye, amit a leggyakrabban érzékelnek, hogy és próbáljon meg az én nyelvemen beszélni. Na most ezt általánosságban úgy hívják, hogy locale, lokálénak szokták magyarul mondani, persze nincs magyarul, és gyakorlatilag ennek a beállítására kér engem a rendszer. Na most egyelőre nem mesélnék róla részletesebben, mert később majd fogok. Én a mai napig azt mondom, hogy ha te garantáltan jól működő és nagyon kevés fejfájást okozó környezetet akarsz, akkor maradjunk annyi, hogy amerikai angol. Erre majd mutatok későbbiek során példát, hogy miért is jobb ezt választani a helyet, amit ugye itt normálisan az ember ugye azt mondja, hogy bocs, szeretnék én ezt magyarul. A lényeg, hogy elvileg nyugodtan kiválaszthatnám azt, hogy én egy olyan környezetben dolgozok, ahol én magyarul szeretném látni, magyarul szeretném begépelni, a hibaüzeneteket magyarul mondja, ha kérdez valamit, akkor ezt magyarul tegye. Nem mondom meg a nevét, egy színes rózsával ábrázolják a céget, akikre például előfordult az, hogy lekérdeztem, hogy mi a nyelvi beállítás, azt mondta, hogy hát ez bizony magyar. Mondtam, nagyszerű, akkor szerintem magyarul, hogy kell eldöntendő kérdésre igennel válaszolni, ugye már mivel angol nyelvi környezet van alapból, tehát ugye hogyan mondják a magyar nyelvi környezetben azt, hogy yes. Mire a szoftver némi tűnődés után azt, hogy no. Mondtam, jó, akkor fordítsuk meg. Hogy mondják magyar nyelvi környezetben azt, hogy no. Mire mondtam? No. Na most ez nem ma volt. Nem akarom őket ennyire elkézni, ez nagyjából 10-12 évvel ezelőtt fordult elő, de azért kicsit visszavetett a fejlődésben. És azóta egy picit óvatosabban foglalkozom ilyesmivel, arról nem beszélve, hogy szerintem mindenki látott már olyat is, hogy fölugrik a képernyő, hogy biztos vagy benne? Igen, nem. Are you sure, yes or no? Akkor már inkább beszéljem szintisztán angolul.
Tehát én ugye itt most mondom neki, hogy szerintem ez teljesen jó lesz. Na most, hát ugye fölvillant valami bitkolbász, és megint csinál valamit, azaz ugye itt megint csak állíthattam billentyűzetkiosztást, nyelvet, időzónát, úgy körülbelül ennyit, és nem tudom, mi történik, de egyelőre nem kérdez tőlem semmit. Hoppá! Aki ugye gyorsolvasó, és nem rám figyel, az láthatja, hogy a megjelenő ablakok tetején azért írja, hogy mit csinál. Az előzőekben például a hálózatot térképezte föl, és nem különösebben izgatta magát attól, hogy hát, ha én szeretnék bármit beállítani, ott egy csomó dolgot föltérképezett. Wow, ez a paraméter is volt, hogyan szeretném hívni, változatlan konyhai számítógép, Ubuntu 2, csak ne felejtsem el, hogy ő a szerver. Ilyen is volt, legfeljebb ugye az előző grafikus telepítés során ezt ugyanabban az egyetlen ablakban kérdezte meg, hogy hívják a konyhai számítógépet és hogy hívnak téged. Tehát, változatlan megkérdezi az én valódi nevemet, változatlan úgy vagyok vele, hogy nem szeretnék annyi túl sokat gépelni, ettől változatlan ugyanazt javasolja, hogy akkor engem hívjanak a továbbiakban az égének, és változatlan jelszót kérdez, még mindig teszt. Szerintem pont ugyanúgy azt fogja mondani, hogy az én jelszavam azért némi problémákat fölvet. Mit ad Isten ugyanazt? A grafikus felületen szép piros betűkkel írtak, hogy túl rövid, itt ehhez képest ugye karakteres felületen mondja azt, hogy túl rövid. De ugyanúgy, mint az előzőekben, nem írtak el. Nyilván teszt környezetben nem jó. Na most félreértés ne essék. Ha ez az izé a telepítés során már hálózatot is húz föl, akkor hogyha te éles szerver telepítesz, és ne adjon Isten, lóg a hálózaton, akkor persze lehet, hogy ennél valami komolyabb jelszót kéne beállítani. Megtörtént egyébként, hogy ki kellett raknom egy szervert publikba. Konkrétan én tudtam egyedül, hogy van neki publikus IP címe, úgyhogy még a Lágymányos híd melletti irodából hazaértem Kispestre. Ez elegendő volt arra, hogy kifusson a logból a távoli bejelentkezési kísérletek száma. Úgyhogy ennyit arról, hogy milyen kellemesen biztonságosak ezek a gépek, ha hálózaton vannak. Na jó, érdekes módon ez is volt az előzőekben, ugye az előző grafikus telepítésen ugye globálisan megkérdezte azt, hogy akarom-e titkosítani majd külön, hogy csak a felhasználó saját adatait, most ugye csak a felhasználó saját adatait kérdezi, de megkérdezi, hogy akarom-e titkosítani, most sem akarom, mert ugye még lassabb lenne. Jó, azt mondja, állítsuk be az órát, és valamit kérdez valami óra szinkronizációs szervertől, hála jó Istennek, viszonylag gyorsan dolgozik, mondjuk amennyiben a hálózat nem lenne ilyen profi módon megvalósítva, akkor egy kicsit azért lelassulna. Mond valamit, reményeim szerint most már harmadik alkalommal nem kezdi újra a csíkot húzni, és mégiscsak jutunk valahova. Ha nem jutunk, akkor ugye ezt hajogolni fogom. Nagyszerű. Már megint nem tudom, hogy mi a bánatból, de megint úgy gondolja, hogy én Budapesten vagyok. Érdekes módon ezt most is elfoganom. Jó, ugye valami hardvert is vett föl, és végre eljutottunk, úgy szintén volt ugyanilyen a grafikus telepítésnél, és valami a diszk kapcsán. Na most, ugye a diszk kapcsán a grafikus telepítésen pár szót említettem, de nem lihegtük túl, mint látható, ugye volt szó az LVM-ről, kiválasztható. Volt szó a teljes diszk titkosítástól, hú, de jó, hogy az előbb pont azt mondtam, hogy nincsen, mert azért csak megjött. És ugye volt szó arról, hogy csinálhatom úgy, ahogy van magamnak. Pontosan ugyanezek voltak a grafikus felületen is. Dönthettem úgy, hogy akarok LVM-et, dönthettem úgy, hogy az egész diszket titkosítani akarom, és ráhagyhattam, hogy az egészet oldja meg magának, particionálva, hogy jól esik, vagy volt ugye ott egy plusz általán ki nem választott menüponton, mondtam azt, hogy oké, kézzel akar. Na most, természetszerűleg virtuális környezetben annak, hogy én kézzel kiválasztom a particionálást, nem sok teteje van. Valós hardware környezetben én személy szerint minden alkalommal belemegyek ebbe a manual formába. Itt most csak a gyorsítás érdekében azt mondom, hogy guide it.
És ugye azt mondja, hogy hát ő lát a gépben egy darab diszket. Most az, hogy a grafikus felületen nem magyarázta el, hogy azt az egy darab 8 gigás, most ugye 2 gigás diszket, ő szkázi perifériának látja, az csak azért van, mert ugye el kell takarni a felhasználó elő, mert ha minden információt megkapna, akkor miért fizette a supportért? Tehát most már tudjuk, hogy ebben a virtuális gépen szkázi diszként látszik, és egyébként ő nullás SCSI controller, nullás SCSI IDU, nullás LUN értékű perifériaként, egyébként a Linuxos szóhasználat szerint SDA nevű diszként látja azt, amiről majd települni fog. Erre majd szintén vissza fogunk térni a későbbiek során, most elhiszem neki, hogy ő lát egy 2 gigás VBOX Hardisk gyártmányú eszközt, és azt mondom, hogy jó. Na most, pont ugyanúgy, mint a grafikus telepítőnél. Ugye a végén kidobott egy összesítőt, hát igazából ezeket állítottad be, és ugyanúgy, mint ott itt is, persze visszamehetnék, hogyha nem lenne nekem jó. Ugye a diszket úgy állítottam be, hogy a diszket szeretném, egy szál diszkem van a rendszerben, azt szeretném használni. És még láthatunk, gyárilag ő a következőt csinált, csinált 2 darab partíciót. Csak azért, hogy könnyű legyen az élet, azt mondta, hogy rúgjuk fel az informatikában megszokott dolgokat teljes mértékig, eleve nem nullától számozzuk a partíciót, hanem azt mondja, hogy egytől. Az ugye csak habatortál, hogy miért 5-ös partíció a következő. Gondolom mindenki tudja, hogy miért, még nehezebb legyen megtanulni a rendszert. Egyébként arról van szó, hogy szerintem ismerős a Microsoft világban, ugye úgy hívják, hogy primary partition és secondary partition, ugye az úgynevezett másodlagos partíció hivatalos nevén logikai drive-okat lehet létrehozni. Ugyanezt a Linuxok is kezelik, azzal az triviális módszerrel dolgoznak, hogy ami primary, elsődleges partíció, azok 1-es, 2-es, 3-as vagy 4-es néven jelennek meg, azaz az SDA diszken lesz egy SDA 1-es, esetleg egy SDA 2-es, 3-as és 4-es partíció. De amennyiben én másodlagos partíciót hozok létre, ami ugye miért is jó? Mert elvileg tovább tudom szabdalni ugye a logikai drive-okra. Szóval amit másodlagos partícióban hozok létre, az viszont 5-től számozódik, lévén ugye az első 4, azaz elvileg létrehozandó 4 partícióra fönt van tartva. Ezért van ez a némileg szokatlan kis elnevezési konvenció, hogy miért nem a 2-es jön az 1-es után. Technikailag csak arról szó, hogy csinált egy elsődleges partíciót, amire azt mondja, hogy valami X4-nek lesz ő formája, meg létrehozott valami másodlagos partícióban egy logikai drive-ot, ami meg majd valami swap-nek lesz használatban éve. Na most ebből felteszem a swap az ismerős, az X4, az pedig a Linuxok által kezelt egyik fájrendszer formátum, sok okosságot tud, és lassan 10 éves, 12, úgyhogy van már, aki bemeri vállalni, használni. Na szóval, óhajtom, köszönjük szépen. Mint látható, ugye kicsit gyorsan, de fölment a végig zavarta a 2 gigás diszken partícionálását, végig zavarta a 2 partíció formázását, és anélkül, hogy bármi további lehetőséget nyújtott volna arra, hogy bármit is mondja, elindította a telepítését, mint írja is ugye a tetején, a alapop rendszer telepítésével molyul, és egyébként ugye alul elvileg azt írja, hogy ki konkrétan most éppen mit csinál. Na most sajnos ugye megint az történt, mint a grafikus telepítésnél, hogy hamarabb léptem tovább, mint hogy elővettem volna a stopper órát, de technikailag ugye az a lényeg, hogy elvileg azt kellene látni, hogy most ugye egy viszonylag szűk, minimalista környezet telepítésénél milyen paramétereket kellene beállítani, és kiderült, hogy körülbelül pont ugyanazokat a paramétereket, mint amikor grafikus környezetben grafikus desktopot telepítettünk, illetve azt kéne látni, hogy némileg azért gyorsabb a telepítés. Na most ezt én már előttem. Azt érdemes elmondani, hogy ez a szerver telepítés ez más technológiával zajlik, mint a desktop. A desktopnál a CD-ről felmásolja a fájlokat egy az egyben, itt viszont csomagokat telepít csomagkezelővel.
Jó, erről majd ugye csomagtelepítésről, ha minden igaz, a következő nap vége felé már lesz szó. De a lényeg az, hogy szóval elvileg most ugyanaz történik, csak éppen egy sokkal lecsupaszítottabb környezetet használó szervernek kikiáltott rendszer. Mint mondtam, ugye lényeges különbség, hogy kevesebb alkalmazást telepít, és természetszerűen kevesebb alkalmazást fog automatikusan el is indítani. Na most, mint említettem egyébként, szerver, tehát ha ez végre befejezi magát, már ugye szerintem már itt lenne az ideje, de hát még dolgozik. Szóval amennyiben ez befejezi a telepítést, akkor a lényeges különbség az az lesz, hogy a desktop telepítés érdekes módon grafikus felülettel, szerver telepítés természetesen karakteres felülettel fog befejeződni, illetve az újraindulás után már egy ilyen felületet fogok kapni. Félreértés ne essék, ha valakinek ez a mániája, nyilván meg lehet csinálni. Telepítek egy desktopot, aztán leszedem róla a fölösleget, mondjuk a grafikus felületet. Értem, én ugyan nem látom, de megtehető. Fordítottja az egy talán fokkal érthetőbb és jobban elfogadható valami, hogy föltelepítek egy szervert, és aztán abból építek magamnak desktopot. Ezt őszintén szólva, a saját példámból is kiindulva, azért nem feltétlenül javaslom mindenkinek. Más kérdés, hogy én konkrétan annó azért mondtam azt, mert mondtam, hogy én Ubuntu-t előtte relatíve keveset használtam, egyéb Linux terjesztésekkel azért voltak már tapasztalataim, pont az Ubuntu-val nem. Tehát én meg akarom ismerni. Nekem az egy jó játék és egy jó tanulás, hogy fogok és egy karakteres felületű környezetből előállítok egy napi munkára használható környezetet. Ezt én ugye a FreeBSD-ben amúgy is megszoktam már. Ennek ellenére ez azért nem feltétlenül javasolható. De a hozzáállásattól látszik a Ubuntu disztribúcióban a Canonical szerint, ami szerver, az nem grafikus felületű. Azzal együtt is, hogy a Red Hat, a SUSE, még néhány egyéb disztribútor úgy gondolja, hogy de, igen, szervert is lehet grafikus felülettel. Lehet, és nyilván egy kezdő számára, vagy ha a rendszert nem annyira ismeri, az a kezdő, azok számára a grafikus felület egy nagyon kényelmes mankó. Csak a kérdés az, hogy te hajlandó vagy-e tovább menni, azaz hajlandó vagy-e megtanulni, hogy amikor te kiválasztod azt a menüpontot a grafikus eszközödben, akkor mit csinálsz? Érted-e, hogy amit hiba üzenetként, vagy egyszerűen csak informális üzenetként közöl veled, az mit takar? Mert ha nem, akkor ne akarja a szervert üzemeltetni. Szerver üzemeltetés pontosan arról szól, hogy a legszélsőségesebb helyzetben is meg tudom a problémát oldani. Legfeljebb ugye, amíg van support, ezt általában az ember kényelmes, könnyen elfelejt. Na jó, de hát minden rendszer hiba nélkül üzemel, soha nem a problémát semmi, nem kellett visszavonni egy felrakott javítást, nem törölték ki véletlenül semmit, amit nem akartál volna, nem tettél föl valamit, ami keresztbe tett egy működő és annál fontosabb eszközzel. Ha ez mind így működik, akkor nagyon szerencsés vagy, sok sikert az életben a hátralevőkhöz. Mert akkor feltétlenül ezután jönnek a szívások. Na most, én nagyon sajnálom, hogy ő még mindig nincsen kész. Minden esetre... Szerintem tartunk egy ebédszünetet. Ez így csomaggal telepítve kicsit lassan. Tehát én úgy gondolom, hogy a lényeg azért látszik. Nem lett olyan gyors, mint amit akartam. Minden esetre... Szerintem, amikor majd folytatni fogjuk, akkor lesz két nagyjából azonos telepítésünk, egy desktop meg egy szerver. Ugye az egy desktop kicsit újabb volt, a szerver kicsit régebbi, és majd ha más nem, azt azért érdemes lesz megnézni a telepítés után, hogy ez mennyi helyet igényel, meg az mennyi helyet igényel, hogy van-e értelme például ennyit várni, vagy nem feltétlenül ennyit. Azaz, mivel ugye lassabb annál, mint amit én szerettem volna, hogy elszaladjon, úgy gondolom, hogy a javaslatot elfogadnám, úgyhogy itt nincs demokrácia, én most azt mondom, hogy ebédszünet. Javaslatom a következő. Az én ott felül is látható órám szerint 12.09 van, úgyhogy ha jól tudom, egy órás ebédszünet van tervezve, azaz folytassuk 13-15-kor az ott látható óra szerint.
Reményeim szerint senki nem erőszakolja meg a laptopomat és állítja át mondjuk vissza 2-3 órával. Úgyhogy a folytatáshoz jó étvágyat kívánok, és akkor egy óra múlva találkozunk.